Több tízezer lakás és családi ház korszerűsítését teszi lehetővé a Magyar Fejlesztési Bank lakossági hitelprogramja, és itt van velünk Milasin Levente, kommunikációs igazgató, aki jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Erről beszélgetünk. Én hazértem Barcelonába, nekem be kellett kapcsolnom a fűtést. Viszont hát, hosszú az orrom, vagy nagy az orrom. Nagy az orrom. Szeretnék én is mondjuk korszerűsíteni annak érdekében, hogy ne kell mondjuk havi szinten nagyon magas összeget kifizetnem. Most akkor ez igazából ez a program abszolút lehetővé teszi? Abszolút igen, erre készült ez a program. Itt a Magyar Fejlesztési Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozott ki egy olyan Európai Uniós forrású hitelkonstrukciót, ami valójában uniós támogatás, de mi azért hitelnek, kölcsönnek hívjuk, sőt csúfolni szoktuk ingyen hitelnek is. Oké, csak én egyszerű, nekem mindig azt mondom, nem vagyok gazdasági szakember, annak látszom, de volt gazdák, hogy okosan társas játékom. Hogyha én most felveszek egy hitelt, azzal nekem nőnek a kiadásaim, de ha korszerűsítésre veszek fel hitelt, akkor igazából lehet, hogy a kiadásom egyben csökken is, mondjuk havi szinten a fűtés díjban értendően? Akár így is elképzelhető. Ennek a hitelnek a legfontosabb, két legfontosabb jellemzője az, hogy egyrészt 0%-os az ügyfélkamat, a másik pedig, hogy valóban 0%-os, tehát akróbetűs rész nem tartozik hozzá. De tényleg van ilyen? Ma Magyarországon, hogy 0% a hitelkamat? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek legjelentősebb programja, ami a lakossági ingatlanokat érinti. Itt az Európai Uniós finanszírozás jelenti azt a hátteret, amivel 0%-ra ki lehet hozni egy hitelt. Ez nem az a hitel, amin a bank keresni akar. Ennek alapvetően az a célja, hogy minél több magyar háztartás, család, ingatlan tulajdonos tudja energetikailag korszerűsíteni az ingatlanát. Kik igényelhetik? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Nagyon egyszerű, az általános banki feltételeknek kell megfelelni, de ebből is talán a legfontosabb, hogy magyar állampolgárnak kell lenni, illetve Magyarországon elhelyezkedő ingatlan felújítására lehet inkább. Lakás tekintetében, ház tekintetében. Lakás, családi ház valójában bármelyik elképzelhető. Annyi különbség van közöttük, hogy amíg a társasházban lévő lakásokra maximum 7 millió forint igényelhető, ugye a családi házaknál 10 millió forint, ami már egy nagyon komoly beruházást tesz lehetővé. Minimalizálva is van ugye ez az összeg? Van igen, alapvetően azért, hogy kisebb beruházások is elvégezhetők legyenek, itt 500 000 forint mind a családi házak, mind a lakások esetében. Ennek az a lényege, hogy a felújítás során nem kell energetikai szintet lépnie, tehát ezt a besorolást nem kell egy mondjuk F-ből H fölfelé lépkednie. Itt az a cél, hogy akár csak nyílászárót szeretne cserélni, az meg tudja oldani, hogyha szigetelést akar megoldani, akkor az is külön megoldható legyen. Engem nagyon kecsegtet a 0%, és maga az, hogy egy hosszú távú futamidő van. Ha én most 11:40-kor itt a műsorban végzek, egy ilyen hitelnek a felvétele, elbírálása mennyi időt vesz igénybe egy átlagembernél, vagy átlagpolgárnál? Én onnan kezdeném, hogy meg kell nézni magát az ingatlant. Tehát kell egy energetikai felmérés, egy szakvélemény arról, hogy milyen állapotban van ezt most. Ezt a bank csináltatja, hogy nekünk kell? Nem, ezt a hiteligénylőnek kell egy szakemberrel elvégeztetnie. Ennek nincs komoly költsége, ráadásul ez a kb. 10 000 forint körüli költség, ez beszámítható hitelbe, tehát abból is finanszírozható, így aztán tényleg nem kapcsolódik hozzá plusz költség. És ezek után be kell fáradni egy MFB pontba, amiből jelenállás szerint több mint 600 van az országban, de november végéig eléri a 642 pontos végső állapotot. Úgyhogy igazából országszerte mindenkinek fizikailag és nagyon közel, könnyen elérhető módon ott vannak ezek a pontok meglévő hitelintézetek fiókjaiban, de be kell fáradni. Igényel némi papírmunkát, ahogy általában minden uniós finanszírozásnak a papírmunka az elengedhetetlen része, de azt gondolom, hogy a 0% és ez a valóban 0%, ez megéri ezt a fáradtságot. 20 év a futamidő, ugye? Ezt akartam kérdezni, erről nem beszélt. Igen, akár 20 év is lehet a futamidő, ami azért kiemelten fontos, mert így a törlesztő részletek olyan alacsonyan tarthatók, tehát mondjuk a legtöbb hitelfelvevő az általában kb. 2-3 millió forintos beruházásban gondolkodik, ami bőven elegendő egy nyílászáró cserére, egy külső szigetelésre, vagy egy padlástér szigetelésére, és ezek már olyan megtérülést, vagy olyan energiahatékonysági, hogy úgy mondjam, spórolást tudnak eredményezni, amivel mondjuk a 20 évre számított törlesztő részletek azok kiszámíthatók. Ennyire népszerű egyébként, mert április óta lehet ugye igényelni ezt a fajta hitelt, és mit látnak, mennyire népszerű ez a fajta? Nagyon komoly az érdeklődés, ami abból is fakad, hogy a magyar lakásállománynak egy jelentős része energetikailag jelentősen elavult, és mi úgy számolunk egy előzetes becslés alapján, hogy akár a lakástulajdonosok negyede szeretne ilyen beruházást végrehajtani, és akár 100-120 ezer lehet azoknak a lakások vagy ingatlan tulajdonosoknak a száma, akik ezt viszonylag gyorsan szeretnék megoldani. A mi keretünk, ez a 115 milliárd forintos keret, ez nagyjából 20-30 ezer lakás korszerűsítésére vagy családi ház
korszerűsítésre alkalmas. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős program, de ez mindenképpen az első lépés, és egy komoly figyelemfelhívás arra, hogy ezzel foglalkozni kell. Visszatérnék a matekhoz. Szerintem ez az érzékeny pontja szerintem ugye az átlagpolgároknak is. Lehetséges az, hogy balanszba tudom azt hozni, hogy amennyibe fog kerülni a hitelem mértéke 20 éven keresztül, akár 20 éven keresztül, annyival csökken úgymond a kiadásom a fűtésrendszeren keresztül, és azt mondjuk akkor nem kell félnem attól, hogy ezáltal, hogy ezt felveszem, korszerűsítem, többletkiadásom keletkezik? Egyfelől elszállni biztosan nem fognak a költségek, hiszen nincs árfolyam kockázat, nincsen semmi, ami pluszban rakódna erre. Másfelől igen, az a konstrukció lényege, hogy a 20 éves időtartamra vetítve bármilyen beruházást hajt végre az ingatlan tulajdonos, az biztos, hogy ezen belül fog megtérülni. Másfelől annyira elaprózódik a törlesztő részlet, hogy a megtakarításból finanszírozható a törlesztő, vagy akár pluszba is lehet vele fordulni. Megvan most a lakosság részéről a bizalom a bankok felé? Itt most ugye, hogy most többször is kiemeltük, de ténylegesen nincsen ugye árfolyam kockázat. Ezt elhiszik az emberek? Én azt gondolom, hogy maga a konstrukció válasz erre. Mi eltöröltük az apróbetűket a 0% alul, ez valóban nulla. Nem kapcsolódik hozzá kezelési költség, előtörlesztési díj, a szokásos banki folyamatokat, azokat mind lenulláztuk. A lényeg az, hogy ha valaki 1-2-3 millió forintot felvesz, vagy akár 10-et erre a beruházásra, az fillére pontosan ugyanennyit fog visszafizetni. Azt úgy érdemes elgondolkodni, hogy a fűtés ez mindenkinél egy ilyen kardinális kérdés. Igen, én meg is mondom, hogy már Leventével megbeszéltem, engem délután senki ne keressen, én már megyek. Fűtést szeretem, korszerűsítek, mert ma reggel fáztam, balszában 26 fok volt a lakásban, meg még volt 19, mire hazaértem. Be kell kapcsolni. Hát a gondolkodásnak most van itt a szezonja, számolva nyilván azzal, hogy beruházót kell találni, kivitelezőt kell találni, elő kell készíteni, jól át kell gondolni, azt gondolom, hogy most érdemes neki látnia. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Én köszönöm.